Egymás mellett sorakoznak a játékok a sarokban, és a bútorok is kipakolásra várnak még itt a Széluskert utcai bölcsőde új csoportszobájában. Ezt az új játszószobát az elmúlt hetekben alakították ki a hozzátartozó mosdó résszel. A bővítésnek köszönhetően a gyerekek elhelyezése még kényelmesebbé válik. A harmadik kerület bölcsődei és óvodái a nyári hónapokban megújulnak. Van, ahol csak kisebb munkákat kell elvégezni, és van, ahol jelentősebb fejlesztések zajlanak. Új csoportszobát még egy óvodában tervezünk kialakítani. Ugye nagyon fontos megkülönböztetni a felújítási, illetve a karbantartási munkálatokat. Ugye a karbantartási munkákkal ugye egész évben foglalkozunk. Ezek egy része gyakorlatilag tervezhető munka, illetőleg van sajnos olyan, ami inkább ilyen gyorsszolgálati jellegű feladat, például a csőtörés elhárítás az nem igazán tervezhető előreadott esetben. És vannak az úgynevezett felújítási munkálatok, amelyeket alapesetben, illetőleg legfőképpen a nyári időszakban végzünk. Az idei nyáron is mintegy 50 telephelyen 17 intézményt érintően végzünk ilyen jellegű munkálatokat. Ezeknek egy része ugye a csoportszoba kialakítás, nyílászáró csere, tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés, egy egész intézményt érintő festési munkálatok elvégzésre, ugye az alapozási munkálatokkal egyetemben, új játszóeszközök telepítése óvodákba, tehát gyakorlatilag elég széles körű. A munkákat az éves felújítási terv alapján végzik el az óbudai vagyonkezelő szakemberei. Az energetikai fejlesztések, így például a nyílászárók cseréje révén jelentősen csökkennek az intézmények fenntartási költségei. A felújításoknak köszönhetően a kicsik számára is komfortosabb körülményeket tudnak biztosítani. Én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy az intézmények rendeltetésszerű használata, a folyamatos működőképessége biztosított legyen, minden évben pénzeszközöket kell fordítanunk, és munkákat kell fordítanunk arra, hogy ez valóban méltó legyen az óbudaiaknak, illetőleg annak érdekében, hogy ez ne csak a korábbi működést, hanem egy minőségibb javulást is okozzon, ehhez pedig muszáj elvégeznünk felújítási munkálatokat, illetőleg, hogyha az igény úgy alakítja, akkor akár új helységek kialakítását, mint például ebben az intézményben is. A harmadik kerületi óvodák és bölcsödék karbantartására, fejlesztésére közel 270 millió forintot fordít az önkormányzat.